A következő mesét Eszti küldi neked a KNTH mese Doktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb! A macska cicó Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király. Ennek a királynak három fia volt. Egy nap így szólt a király a fiaihoz. Most már elég nagyok vagytok, menjetek, szerezzetek magatoknak feleséget. Azzal feldobott a levegőbe három botot, amerre leestek, arra kellett a királyfiaknak elindulniuk. Az első bot keletnek esett. A legidősebb fiú tehát keletnek indult el. Arra a herceg kisasszonyok laktak. A második bot nyugatnak esett. A középső fiú így nyugatnak indult. Arra bizony a gróf kisasszonyok laktak. A harmadik bot pedig tér mutatott. Arra egy sűrű, sötét erdő volt. A legkisebb királyfi nem tehetett mást, elindult az erdő felé. Bánatosan baktatott az erdőben, amikor egy fehér macska dörgölődött a lábához. A legkisebb fiú felvette a cicát, megsimogatta. Erre a macska így szólt miért olyan szomorú az arcod? Hogy ne lenne szomorú, amikor az apám elküldött, hogy szerezzek magamnak feleséget? Itt az erdőben? Ugyan kit találok? Egyet -egy se búsulj, menj csak haza, és mondd meg az apádnak, van már feleséged. A macska cicó. Haza is ment a fiú. A palotában már ott voltak a testvérei, Dicsekedve mesélték, milyen gyönyörű lányokat találtak maguknak. A legkisebb királyfi azonban nem mondott semmit. Akkor a király megparancsolta, hogy menjenek vissza a kedvesükhöz, és hozzanak egy csodálatos virágcsokrot. A kis királyfi pánatosan ment vissza az erdőbe. Ott már várta a macska cicó. Miért olyan szomorú az arcod, édes párom? Hogy ne lenne szomorú, amikor egy virágcsokrot kell az apámnak vinni? Egyet se búsulj, csak feküdj le és aludj el, mondta a macska. Amikor a fiú elaludt, a macska cicó füttyentett egyet, és azzal három kis cicabújt elő, az egyik aranyvirágot, a másik ezüstvirágot, a harmadik pedig kémánt virágot hozott. A macska -cicó csodálatos csokrot kötött belőlük, amikor a királyfi felébredt, odaadta neki a cica a virágokat. Otthon a palotában már várták a legkisebb fiút. A legidősebb királyfi csokra gyöngyvirágból készült, a középső királyfiében rózsából. De a legkisebb királyfi virágcsokra volt a legszebb. Kérdezték is, ki a kedvese, de a fiú nem mondott semmit. Akkor a király megparancsolta, hogy hozzanak egy csodálatos kendőt. A kis királyfi bánatosan ment vissza az erdőbe. Ott már várta a macska cicó. Miért olyan szomorú az arcod, édes párom? Hát hogy ne lenne szomorú, amikor egy csodálatos kendőt kell az apámnak vinni? Egyet se búsulj, csak feküdj le aludni, mondta a macska. Amikor a fiú elaludt, a macska cicó füttyentett egyet, és azzal előbújt a három kis cica, az egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik pedig gyémántszálat hozott. A macska -cicó csodálatos kendőt szült a szálakból, amikor a királyfi felébredt, odaadta neki a cica a kendőt. Otthon a palotában megmutatták a királyfiak a királynak a kendőket. A legidősebb fiú pamutból hozott kendőt, középsőnek meg sejemből volt, de a legkisebb király fikendője volt a legszebb. Most is kérdezték, hogy ki a kedvese, de a fiú nem mondott semmit. Akkor a király megparancsolta, hogy most már hozzá el mindenki a maga kedvesét. Az erdőben már várta a kis király fit a cicó. Miért olyan szomorú az arcod, édes párom? kérdezte. Jaj, cicó, az apám megparancsolta, hogy vigyem el a kedvesem. Nem vihetek oda egy macskát? Egyet -egy se búsulj, csak feküdj le aludni. Amikor a fiú elaludt, a macska cicó füttyentett egyet, és azzal előbújt a három kis cica. Megsimogatták a cicót. Hát abban a pillanatban egy gyönyörű királylány lett belőle, amikor a királyfi felébredt, csak ámult, mert ilyen szép lányt még bizony életében nem látott. Akkor aztán kézen fogták egymást, és elmentek a palotába. Mindegyik királyfi elhozta a párját, de a legkisebb fiújé volt a legszebb és a legcsinosabb. Három napig tartott a lakodalom, de még most is élnek, ha meg nem haltak.